Szép jó napot kívánok mindenkinek, szeretettel üdvözlöm és köszöntöm a máramarosi magyar tévénézőimet, és jó szórakozást kívánok a mai magyar adásomhoz. Két kedves vendégem érkezett ma a stúdióba, egyiket jól ismerik, ő nem más, mint Apjok Norbert, ő a máramarosi magyarokat képviseli a román parlamentben, ő már bejáratos hozzánk, úgy jön haza, úgy jön ide, mint haza, és arra kérném, hogy bemutassa a másik vendéget, hisz ő jobban ismeri, mint én. Üdvözöllek, Norbert! Köszöntelek s a kedves televízió nézőket is. Akkor a közös vendégünk, Oltián Csongor, ő a Magyar Ifjúsági Értekezlet elnöke, IFI aktivista évek óta, és jelenleg pedig az RMDS EP képviselői listájának az egyik vezetője, hiszen a negyedik helyen helyezkedik el, de azt hiszem a legtöbbet ő tudja magáról mondani. Köszönöm szépen, Norbert, hogy bevezetted Csongort, üdvözöllek, és köszönöm, hogy elfogadtad magyar adásom meghívását. Köszöntöm én is a TV nézőket. Dióhéjban mutatkozz be, egy rövid önéletrajzzal kezdjük, majd mutass be, mi is az a miért. Sokan ismerik, mondjuk a fiatalok lehet ismerik, de sokan nem is tudják, hogy miről van szó. Tudom, hogy kell tudni, 30 éves vagyok, közgazdász végzettségem van, közel 12 éve tevékenykedek ifjúság és politika közelében, amikor Szentgyőre kerültem egyetemre, jelenleg a Magyar Ifjúsági Értekezletnek az elnöke vagyok másfél éve, most a közel két éve. Tehát a miért a Magyar Ifjúsági Értekezlet? Igen, a Magyar Ifjúsági Értekezletnek az elnöke vagyok. Most pedig igazából, vagy tulajdonképpen most az RMDS parlament, Európai Parlamenti Választások jelöltjeként vagyok itt, és erről szeretnék egy kicsit bővebben beszélni majd, hogy miért fontos az Európai Parlamentben ott lenni. Egy kicsit mutasd be a miért tevékenységét. Mivel is foglalkozik, mi a célkitűzésetek, mi a programotok? Hát a Magyar Ifjúsági Értekezletről azt kell tudni, hogy 15 évvel ezelőtt alakult meg az RMDS-nek a partnerszervezete, az ifjúsági partnerszervezete. Ezt azért is hangsúlyozom ki folyamatosan, mert sok esetben nagyon sokan úgy fogalmaznak, hogy az RMDS ifjúsági szervezete. Itt egy partnerségi viszony van, tehát nincs alárendeltségi viszony. Több éve dolgozunk együtt, ugyanúgy az RMDS-nek a különböző döntéstudó testületeiben is ott vagyunk, 15% jogosítványaink vannak. Ami a szervezetünknek a tevékenységet illeti, amit tudunk tudni kell, a legnagyobb magyar ifjúsági szervezet vagyunk a Kárpát-medencében, tehát több mint 380 tagszervezettel rendelkezünk, ez több ezer aktív fiatalt jelent. A tevékenység pedig eléggé széles körül, egyrészt a miértnek a tevékenysége, másrészt pedig a tagszervezeteinek a tevékenysége is, tehát mi nem csak politikai öntetű dolgokat szervezünk, hanem civil rendezvényeket is. Itt ezek közül kiemelnék párat, ugye most nemrég ért véget a második politikai iskolánk, ahol Erdély szinten 19 fiatalt képeztünk ki második alkalommal Erdélyből. Ott van a Közéleti Akadémiánk, a Miért Akadémia, amit minden évben megszervezünk, de tulajdonképpen nem csak az a célunk, hogy rendezvényeket szervezzünk, hanem a fiatalok érdekeit képviseljük különböző döntéshozó testületekbe. Ott vagyunk a helyi önkormányzatokban, a megyei önkormányzatokban, ugye román parlamentben, Norbi személyében, és beleszólunk minden olyan kérdésben, ami a fiatalokat érinti. Az elmúlt két évben is több esetben különböző törvények esetében megfogalmaztunk módosító javaslatokat, tehát próbálunk részen lenni mindennel, ami a fiatalokat érinti, és igazából a fiatalok érdekeit, hangját hallassuk minden olyan fórumon, ahol fontos ezt megtenni. Hogyan iratkozhat be egy fiatal a miértbe? Mik a feltételek? A miértben nem beiratkozni kell, hanem a miértben részt venni kell tulajdonképpen, tehát nem bárki részt vett. Tehát most ugye az Európai Uniós szabványok szerint 35 éves korig fiatal a fiatal, de attól eltekintve mi ezt nem az a legfontosabb, hogy hány éves az ember, hanem az, hogy mi az, amit képvisel, mi az, amit szeretne tenni. Mi minden olyan fiatalt, aki részt szeretne venni a rendezvényeinken, általában rendezvények nyitottak, vannak zárt körű rendezvények is, vagy különböző célcsoportokat, vagy különböző csoportokat célzó rendezvényeink, de nagy részt nyitottak a rendezvényeink is. Tehát a miértben a legegyszerűbb becsatlakozni, úgyhogy a helyi tagszervezeteinkhez valamelyikébe társul a fiatal. Ugye ez egy ernyő struktúraként működik, a Magyar Ifjúsági Értekezet az ernyős alatta vannak tulajdonképpen a szervezetek. Ugye Nagybányán is, Máramaros megyében is az MTET a
a mi partnerszervezetünk, vagy tagszervezetünk, amely alatt szintén vannak kisebb szervezetek. Most értelemszerűen Székelyföldön vagy Párciumban jóval több szóra van, azért kevesebben, de hogy itt is van azért diáktanácsok vannak, és különböző szervezetek, amelyekkel mi közösen dolgozunk együtt. Norbi, mi célból érkeztetek ti ketten tegnap Nagybányára? Hát én mondjuk már itthon voltam. Tegnap egy nagyon érdekes rendezvényt tartottunk. Ez az elmúlt évben azért törekszünk, az elmúlt években törekedtünk arra, hogy ez rendszeresen meglegyen, bár mondjuk tavaly objektív okok miatt kimaradt. Egy találkozó volt, ahol a megye különböző ifjúsági csoportosulásaival, csoportjaival találkoztunk, pont azért, hogy meg tudjuk beszélni a tavalyi évet, hogy ki mit csinált, illetve a következő évet, hogy milyen programot tervez, segítsünk abban, hogy egymásnak a programjain részt vegyünk, illetve ott, ahol szükség van, akár logisztikai, akár pályázási kérdésekben segítségre, oda tudjunk segíteni ezeknek a fiataloknak. Tegnap több tíz ilyen fiatallal találkoztunk, akik arról beszéltek, hogy a saját településükön, úgy Monon, vagy Szamosardon, vagy Koltón, Nagybányán milyen programokat visznek hétről hétre, vagy akár hónapról hónapra, és akkor ezek kapcsán próbáltuk megkeresni az együttműködési lehetőségeket. Mik a máramarosi fiatalok problémái? Lévén, hogy én az országos IFISZ-nek vagyok a részéről vagyok itt, én nem szeretném, vagy nem mindig az a fontos, hogy ezeket mondjuk külön válasszuk, mert úgy gondolom, hogy globálisan nézve az erdélyi fiatalok ugyanazokkal küzdködnek Máramaroson is, mint Székelyföldön. Értelemszerűen vannak különbségek, hiszen hogyha már csak abból indulunk ki, hogy itt azért szorványosan élnek a fiatalok, és azért vannak nehézségeik, ami a nem is a beilleszkedést, hanem a megítélésüket illeti. Ugye tegnap is a fiatalok közt többen is elmondták azt, hogy sajnos a hangulat miatt, ami a magyar ellenességgel ugye érződik Romániában, az őket érik különböző atrocitások. Erről beszélgettünk amúgy bővebben is egy kört. Viszont én úgy gondolom, hogy ősz Erdély szinten ugyanazok a problémákkal küzdködnek, ugyanazok az elvárásaik vannak a fiataloknak a politikon fele. Egyrészt a legfontosabb az, hogy olyan otthon teremtsen ez az ország, ez a kormány, ahova jó visszatérni, vagy jó itthon maradni egyáltalán. Ugye mi sosem mondtuk azt a fiataloknak, hogy ne menjenek el külföldre. Tehát mi azt is mondjuk, hogy menjenek el, tanuljanak, lássanak, de majd jöjjenek haza. Nekünk pedig politikusoknak azon kell dolgozni, hogy megteremtsük azt a hangulatot, azt a lehetőséget, aminek köszönhetően hazajöhetnek. Kisebb-nagyobb eredményekkel ezen dolgozunk, és amúgy itt azt röviden kiemelném, hiszen tegnap is beszélgettünk erről, azért azt látszik a különböző kimutatásokból, közvéleménykutatásokból, hogy a fiatalok, a vidék, főleg vidéki fiatalok az Európai Uniós támogatásnak köszönhetően többen maradnak itt, vagy inkább jönnek haza, és egy kis hektároska földön, amit mondjuk a szülőktől örököltek, elkezdenek gazdálkodni. Tehát, hogy ilyen szempontból vannak pozitív dolgok is. A másik, amit szintén kiemelik, az oktatás kérdése, hiszen az úgy gondolom, hogy minden fiatalt is érint. Itt abban is megegyeztünk a tegnap a fiatalokkal, hogy sajnos valamit javítani rajta. Általában az oktatáson, vagy a magyar oktatásra gondolsz? Általában az oktatásról beszélgettünk, a magyar oktatásról is értelemszerűen beszélgettünk, viszont most általában beszélgettünk, tehát hogy úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy az oktatás minősége javuljon, ahhoz nem a magyar oktatásnak kell javulnia, hanem az általában az oktatási rendszernek kell tulajdonképpen javulnia. Pont ebből kifolyólag ugye az látszik Romániában, hogy bár próbálunk mondjuk felzárkozni egy európai országban működő oktatási rendszerhez, kisebb-nagyobb módosításokkal vagy törvénymódosításokkal, de összben sajnos nagyon távol állunk, és sajnos a fiatalok sínlik meg, ugye azt láthatjuk nap mint nap, hogy rengeteg vagy egyre több fiatal arra törekszik, hogy diplomát szerezzen, egyetemet végezzen, utána pedig innen él külföldön már annyi éve és mondjuk ebrecced. Tehát ezeket kellene valahogy igazából egyrészt a mentalitáson is változtatni kell, tehát ugye a szülők sok esetben azt mondják, hogy akkor fiam végezzen egyetemet, mert nekem nem volt lehetőségem rá, és ott tartunk, hogy nincsenek szakemberek ezt például. Ezt akartam kiemelni, hogy azért jó szakemberekre is nagyon nagy szükség van Romániában, mint mindenütt, mert nem lehet mindenki diplomás. Pontosan, tehát pont ez az, ami úgy gondolom, hogy hiányzik. Mondjuk a duális képzésbe kéne itt is vezessük, ahogy Magyarországon nagyon jó. Tehát a duális képzés működik Romániában. Most nem tudom, hogy Máramaros megyében hogy áll, de erről valószínűleg Norbi lehet, hogy fog tudni beszélni. Működik, tehát én az elmúlt két hónapban több csoporttal találkoztam, ahol különböző témákról beszélgettünk, hogy azt is vállaltam, hogy én nem
nem azért akarok európai parlamenti képviselőjelölt lenni, hogy akkor majd csak kampányoljak és csak meggyőzzem az embereket, hogy el kell szavazni, hanem azért is főleg, hogy felmérem azt, hogy a fiatalok hogy lássák az Európai Unióval való kapcsolatukat. És én meg voltam győződve, hogy a duális képzések, a duális oktatás az egy, ez egy jó dolog. Ami valóban így is van, viszont csak a középvállalkozásoktól felfele, a kisvállalkozók ezt nem tudják megedni magunknak, hogy kialakítsák mondjuk azt a műhelyt, ahol a fiatalok duális képzésben vehetnek részt. Pont ebből kifőleg erre kell találni másik megoldás hosszú távon, hogy a kisvállalkozók is ugyanúgy gyakornokokat fogadjanak és őket ott taníthassák. Erre most van egy törvény, amit a tavaly a román parlament az RMDS-nek köszönhetően is elfogadott, az internship törvény, ami lehetőséget ad arra, hogy a fiatal mondjuk úgy dolgozom be 16 éves korától egy cégnél, hogy akkor nem ingyen dolgozik, és nem, hanem kaphat a minimál bérnek a felét, ha jól tudom. Tehát, hogy ez ilyen fizetésképpen, internshipként. Mit várnak a magyar fiatalok az EU-tól? Nem tudom, ezt a kérdés. Normi, nem tudom, akart az előbb a duális képzés. A duális képzés az annyi, effektíve a duális képzésnek a törvénye is RMDSS kezdeményezés volt, és ezt az internship törvényt szerettem volna én is mondani. Itt a megyében a nagy cégek elkezdték. Ugye ez a duális képzés igazából ez egy inos képzés, és ez a magyar rendszerben ez egy létező dolog volt évszázadokon keresztül, és egy működő dolog volt, hiszen ahhoz, hogy jó szakemberek kerüljenek ki, ahhoz az kell, hogy a már sok tudást és sok tapasztalatot szerzett szakembertől tanulják el, lessék el a munkát. Igen, erre ugye nagyszüleink folyamatosan azt mondták, hogy a mi időnkben mi azért fizettek a mi szüleink, hogy megtanuljuk a szakmát, most pedig már egy kicsit a világ megváltozott, most sajnos a mentalitásra is gond van, lássuk be, tehát a fiatalok sajnos olyan információ dús világban nőnek fel, hogy sok esetben azt gondolják, hogy most egy egyetemet végeznek, akkor egyből jó fizetésük lesz, szolgálati autójuk lesz, és öltönybe fognak járni, tehát így van valóban, tehát hogy ezen a mentalitáson változtatni kell. Én nem ítélem el őket, tehát mondom, olyan világot élünk, hogy rengeteg információ kerül hozzuk, nekik pedig nagyon nehéz megszűrni azt, hogy melyek azok az információk, amelyek fontosak tudnak számukra lenni. Igazából ezért is fontos az a tevékenység, amit a mi szervezeteink én keresztül próbálunk nekik szervezni, hogy akkor valahogy próbálnak meg szegmentáltan gondolkozni, tehát hogy vegyenek részt különböző szakmai rendezvényeken, ők maguk döntsék el azt, hogy mit akarnak. Ez egy fontos a diáktanácsok szerepe például a közéleti tevékenységben, hiszen hogyha egy fiatal már 15-16 éves korától elkezd tevékenykedni, az sokkal orientáltabb lesz hosszú távon, tehát hogy az inkább sokkal könnyebb tudja lenni, mit akar hosszú távon, hiszen sajnos oda vagyunk kerülve, vagy oda kerültünk, hogy lévén az oktatási rendszer elég gyenge minőségű, ebből kifőleg nekünk kötelező módon kell szervezni olyan programokat mellette, ahol mondjuk a nonformális oktatási módszerekkel a fiatalok sokkal több infót és sokkal több mindent tudnak tanulni. Visszatérek az előző kérdésre, mit várnak a magyar fiatalok az EU-tól? Szerinted mi kéne ott változzon? Szükség van-e változtatásra, frissítésre, újításra? Igen, tehát igen, mindenképp az Európai Unióban szükség van egy változásra, és ha tetszik, hanem ez változni is fog az Európai Unió, tehát azért az látszik, hogy mindenképp változni fog. Igazából ami érdekes az, hogy 12 évvel ezelőtt, amikor az Európai Unióba bekerültünk, akkor a magyar embereknek a bizalma óriási volt a román emberekhez képest például az EU fele, pont amiatt is, hogy meg voltak győződve a magyar emberek, hogy az Európai Unió meg fog oldani olyan problémákat, amelyeket a román kormány nem sikerül. Sajnos ezek nem így történtek. Sajnos még mindig ott vagyunk, hogy az Európai Uniót, ugye azt a társaságot jobban érdekelte a zuborka, Viszont erre is van ott esetben egy magyarázat. Ugye mindig azzal szoktam példázódni, hogy ezelőtt fél évvel volt a referendum ugye Romániában, és nagyon sokan osztották, szorozták, hogy akkor milyen sok pénzbe kerül. Valóban a demokrácia erről szól, pénzről szól, minden pénzbe került tulajdonképpen. Ezzel egy időben Svájcban is volt, és rá két hétre szintén egy referendum, ahol arról döntöttek, és szinte ennyibe került, hogy a szarvasmarhának legyen, vagy ne legyen szarva. És valóban az Európai Unióban vannak olyan problémák, amelyek az Európai Unió foglalkozik, amelyek számunkra nem fontos, mert értelemszerűen nálunk sokkal több mindent kellene előbb megoldani, és utána foglalkozni ezekkel, de vannak olyan országok, európai országok, ahol most lehet, hogy poénosan hangzik, de mindent megoldottak, és már csak ezek maradtak hátra, hogy akkor szarvasmarhának van, vagy nincs. Nekünk pedig ennél sokkal több problémáról kell beszélni, folyamatosan az elmúlt 3-4 évben az RMDS vagy az erdélyi magyarság hangja megerősült az Európai Unióban. Ott van a Minority Safe Pack kezdeményezéssel, elértük azt, hogy 1.300.000 ember aláírta azt, hogy legyen
egy őshonos kisebbségeket védő törvény Európa szinten, aki felett áll adott esetben a tagországoknak, és számon tudja kérni a tagállamokat, hogy akkor igen, hogy néz ki ez a, hogy álltok a kisebbségekhez, mert az a probléma sajnos, hogy Románia akkor, amikor csatlakozott az Európai Unióhoz, ő azt mondta, hogy rendezte a kisebbségek kérdését, ugye ez egy feltétel általában az unióhoz csatlakozni vágyó országoknak. És még mindig azt mondja, hogy nálunk nincsen kisebbségi probléma. Még mindig azt mondja, és nézzük meg azt, hogy adott esetben milyen emberek akarnak Európai Parlamentbe kerülni. Tehát ha tetszik, hanem most nem fogok neveket mondani a más pártok listáiról, de olyan emberek, akik az elmúlt években folyamatosan meggáncsolták a magyar, a kisebbséget érintő törekvéseinket. Tehát ezen csak tudunk változtatni, hogy ott vagyunk, hogy ott lesznek magyar emberek az Európai Parlamentben. Mi az RMDS programja? Az RMDS programja az egy nagyon hosszú program, viszont ebből a főbb pontjait kérlek. Igen, emelt. Tehát ami számunkra fontos, és ugye itt megint a problémából indulok ki ahhoz, hogy érezzék a fontosságát igazából a tévénézők is. Nagyon sok nyugati ország azt szeretné, hogy a terület alapú támogatásokat megszüntessék, csökkentsék Európába, hiszen vannak olyan országok, ahol nem tartnak erre igényt. Mi pedig ugye Romániában, Erdélyben 75 ezer magyar gazda ebből él, gazdálkodik, ez konkrétan 200 ezer embert körül érint direkt módon. Abban is, hogy ezek a támogatások megszűnnek, akkor sok esetben ez létkérdés is tud lenni, hiszen a tegnapi találkozón is volt egy olyan fiatalember, aki azt mondta, hogy bár kevés a szubvenció, amit kapnak, és már lassan nem éri meg ezzel se foglalkozni, de akkor visszakérdeztem, jó, de hogyha nem lenne ez az összeg, akkor mi történne, akkor muszáj lenne bezárják, tehát akkor nem tudnának vele foglalkozni. Tehát, hogy ez a segítség, ami most van az Európai Unió részéről, ez fontos az erdélyi gazdáknak. Mi pedig azon fogunk dolgozni, egyrészt, hogy ezt megőrizzük, másrészt pedig azon, hogy ezt növeljük, amennyiben lehetséges. Szintén ugyanolyan fontos a kisebbségvédelmi törvény, amiről az előbb is beszéltem, tehát ezt igazából egy új szintre emelni. Most összegyűlt az 1.300.000 aláírás, amivel kezdeni kell valamit, tehát arra mi kell... Mi a folytatás ennek? Egyelőre az aláírások megvannak. Igen, tehát a legfontosabb az, hogy a következő időszak arról kell szóljon, és ezért is fontos az, hogy nem csak a 2-3 RMDSZ-es parlamenti képviselő, aki be fog jutni, fog tudni ezzel foglalkozni, hanem lesz egy kárpát-mencei magyar összefogás, amiben beleértsük a Fidesz-KDNP-t és az MKP, a felvidéki közösség pártját. Ez egy nagy frakciót fog jelenteni az Európai Néppártba, és ezzel a nyomással és az 1.300.000 aláírással legitimizálva nyomást kell gyakorolnunk az Európai Unióra, hogy ezt törvénybe ültesse. Ez egy hosszú folyamat, tehát itt nem úgy kell elképzelni, hogy jövőre fog megoldódni a proceduráit, ezeket most személy szerint én nem tudom lévni, nem vagyok még Európai Parlamenti képviselő, viszont ebből jogot, tehát hogy egy jogszabályt szeretnénk összehozni, ami tulajdonképpen segíteni a kisebbségi ügyeinket. Tehát, hogy ne érjenek ilyen jellegű támadások, mint otthon, nem tudom, hogyha hallottak róla, a korondi polgármester esett, amit 100 euró büntettek meg is, és elég sok ilyen van sajnos. Itt ilyen szempontból egy teljesen jogos elvárás a közösségnek az Európai Unió felé, hogy ezeket a problémákat rendezze, hiszen úgy, ahogy az előbb is említve volt, hogy a zuborkának a méretével és arányaival foglalkozva volt, hogyha az fontos, akkor mindenképpen fontos az, hogy az őshonos kisebbségeknek a sorsa rendezve legyen az Európai Unióban. És ez egy teljesen jogos elvárás, és ami a legjobb az egészben az, hogy ezt a fiatalok is érzik. A tegnapi beszélgetésből is kiderült az, hogy érzik annak a súlyát, hogy a jogaink biztosítva legyenek, érzik annak a súlyát, hogy ezek a problémák meglegyenek oldva. Részükről is egy elvárás, hiszen ők már úgy nőttek fel, hogy az Európai Uniónak a tagjai voltunk, Európai Uniós állampolgárokként nőttek fel, és érezték azt, hogy mennyit számít az, amikor egy-egy jog, akár a fogyasztóvédelem, akár más téren, EU-s szinten szabályozva van. Éppen ezért van súlya annak, és lesz majd súlya annak, hogyha ezt az Európai Kisebbségvédelmi Törvényt sikerül a következő Európai Bizottságon és Európai Parlamenten átvinni. Együtt kampányoltak, úgy tudom, a Fidesz-szel is. Így van, tehát, hogy a most igazából megfogalmazott egy úgy gondolom elég pozitív üzenet, ami a Kárpát-medencei magyar összefogásról szól. Pont emiatt is fontos kiemelni, hogy majd ami a választásokat illeti, itthon az RMDSZ-re, Magyarországon a Fideszre, felvidéken pedig az MKP-ra javasoljuk az emberek. Szeretném, majd tisztázunk most egy dolgot, hogy bár kettős állampolgárságuk soknak van,
csak egy valakire szavazhatnak. Így van, nem szavazhatnak, egy román állampolgár nem szavazhat Romániában az RMDSZ-re és Magyarországon a Fideszre, bár magyar állampolgár is. Ezt jól lenne tisztázni, mert sokakban tévesen fogalmazódik. Magyarországi választási törvény értelmében EU-s választáson azok az állampolgárok szavazhatnak, akik magyarországi lakcímmel rendelkeznek, illetve a nem magyarországi lakcímmel rendelkezők közül azok, akik az Európai Unió területén kívül esnek. Tehát, hogy ebben az esetben az ukrajnai, a kárpátaljai, illetve a délvidéki magyarok szavazhatnak levélben. Mivel EU-s állampolgárok, EU-s lakcímmel rendelkezünk, ezért mindenki a lakcíméhez eső választáson vehet csak részt. Hát szerintem ezt fontos hangsúlyozni, mert sokakat megtévesztett. Még én sem voltam teljesen tisztában ezzel. Így van, tehát mind bennük itt megkérdeztek, hogy akkor most fognak kapni levelet, nem fognak kapni levelet, hanem ugyanúgy, ahogy a parlamenti önkormányzati választásokon, amit zajlik, el kell menni, és ott kell majd szavazni. Tehát. Hogyan látjátok a magyarok helyzetét Európában, látva azt, hogy az elmúlt időszakban több támadás érte a magyar ügyeket? Lásd a felvidéki új törvényt. Ugye igen, most ha jók az információk, akkor végül még az államelnök nem írta ezt alá, visszadobta a parlamentnek, de maga az a tény, hogy ilyen felmerülhet egy európai, egy uniós ország, úgy gondolom, hogy ez nagyon szomorú. Nem beszélve arról, ami most nemrég történt, az, hogy Kelleme Hunor szövetségi elnököt nem engedték be Ukrajnába. Igen. Szintén egy olyan országról beszélünk, aki bár nem az Európai Unió tagja, de ott áll a küszöbén, és azt szeretné, hogy az Európai Unió tagja legyen. Tehát úgy gondolom, hogy ez jogosít fel igazából bennünket arra, hogy az európai parlamenti választások fontosságáról beszéljünk az őshonos kisebbségek szemszögéből is, hiszen most már nem csak az látszik, hogy itthon minket Romániába megfosztanak a kisebbségi jogainktól, hanem egyre inkább látszik, és látja most már az erdélyi magyar ember is, hogy felvidéken is gondok vannak, Ukrajnában is gondok vannak, és sok helyen gondok vannak. Pont ezért fontos az, hogy egy olyan törvény jöjjön létre, amely ezeket a problémákra megoldásod ad, és az Európai Unió azt tudja mondani, hogy ennyi most nem jól jártatok el, és arra kérlek, hogy ezt a problémát rendezétek. Tehát úgy gondolom, hogy itt nem, nekünk nem csak, persze nekünk a legfontosabb az erdélyi magyarok és a külhoni magyaroknak a helyzete, de ugyanúgy más kisebbségek is vannak ilyen helyzetben, és most pont a múlt héten zajlott igazából egy rendezvényünk Sepsiszentgyörön, ahol a FUEN ifjúsági szervezete közösen a Magyar Ifjúsági Értekezlettel, közösen egy héten keresztül 18 és 25 év fölötti fiatalokkal beszélgettünk ezekről a problémákról, hogy más országban ezek hogy működnek, hogy lehet ezeket mondjuk rendezni, mert az a gond szintén, amit zárjában megjeleznék, hogy nagyon sok esetben a külföldiek annyit tudnak Erdélyről, hogy Dracula, hogy vámpírok és stb. Én mindig azt mondom, hogy ezt felejtsetek most el, tehát az is szép, ki kell menni, meg kell nézni, de a legfontosabb dolog az, hogy mit élünk őshonos kisebbségben, főleg Székelyföldön 70-80%-os többségben magyarként. Itt születtünk, itt vannak eltemetve a dédszüleink, és itt tovább, tehát jogos lakói vagyunk ennek a területnek, és ott sajnos folyamatosan támadások érnek bennünket. Erről tudnia kell Európának, tudnia kell mindenkinek, akivel egyszer is ezen is dolgozunk, hogy minél több helyen elmondjuk ezeket a problémákat, és partnereket keresünk abban, ezeket hosszában megoldjuk. Támogatja az MPP az RMDSZ-t? Úgy tudom, hogy igen, most a kampányban. Úgy néz ki, hogy igen. Tehát a múlt héten volt egy... Ez is lényeges az összefogás, mert csak összefogással léphetünk előre, széthúzással semmiképpen sem. Így van, tehát az is jó, az is egy fontos dolog, hogy egy lista van, tehát nem is merült fel, vagy nem felmerült, de kevés ideig. Tehát egy magyar lista van az RMDSZ listájában az európai parlamenti választásokon, nem kell arról. Most az, hogy mennyire fognak az EMMP és MPP-s választók, vagy mozgósítani ezek a pártok a választáson, én bízom benne, hogy egyrészt az MPP úgy érzem, hogy mozgósítani fog, segíteni fog ebben a munkában, összmagyar ügyként fognak erre a dologra nézni, a néppártot pedig nem tudom jelenleg, de bízom benne, és úgy gondolom, hogyha ezek a pártok összefogásról akarnak beszélni, akkor itt a lehetőség bebizonyítani azt, hogy ők nyitottak az összefogásra, úgy, hogy mozgósítanak a választáson, és majd utána le tudunk ülni 2019 és 20-ról beszélni a következő lépésekre, hiszen valóban ma 2019. május 26-a az elmúlt 12 év legfontosabb választása. Norbival már beszélgettem egyszer arról, hogy van egy pár olyan hang, meg hangulat, hogy sokan mondjuk lehet csalódtak az RMDSZ-ben, ezért, azért, amazért. És ők azt mondták, hogy lehet inkább egy román pártra fognak szavazni. Mit üzensz ezeknek lemorzsolódott szavazóknak? Bár remélem, hogy nincs sok,
de tudom, hogy egyszer mi erről beszélgettünk. Abban én is bízok, hogy nincs sok, mert azért azt lehet látni, aki egy kicsit belülről, vagy kicsit közelebbről akarja megnézni a dolgokat, hogy elsősorban román pártok nem hogy támogassák a magyar ügyeket, hanem pont, hogy ezeknek a kerékkötői. Az elmúlt időszakban azért láthattuk azt, hogy nagyon sok olyan magyar ellenes kirohanás volt az országban, olyan pártok részéről, akik amúgy eladják magukat nyitott és magyar barát pártnak, olyan pártok részéről, akik néha akár még magyarul is kampányolnak, de mégis a mi törvénykezdeményezéseinket, azokat, amik a magyar ügyek mellett állnak ki, következetesen leszavazzák, vagy hogyha mégis átmegy a parlamenten, akkor azt alkotmánybíróságon támadják meg. Szerintem az olyan érdekeket, amik a teljes közösségnek a jogos érdeke és a jogos elvárásai, azt nem képviselheti olyan, aki kétszínű, aki kettős játékot játszik, és a választók felé azt mutatja, hogy mennyire nyitott, míg aztán a magyar kezdeményezéseknek teljesen elébe megy. Elfogadhatatlan ez az ilyen kétszínű közjáték. Mi ugyanazt mondjuk évek óta, mint RMDS lényegében, azt, hogy ha nem vagy az asztalnál, akkor nem tudsz beleszólni a dolgokba. Nem mi akartuk azt feltétlenül, hogy ilyen vagy olyan színű pártokkal kell együtt dolgozni. Nekünk viszont azokkal kell együtt dolgozni, azokkal a pártokkal kell együtt dolgozni, akiket a román emberek szavaztak be a parlamentbe. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ott legyünk az asztalnál. Nem vagyunk kormányon, és nem is szándékszunk kormányon lenni a jelenlegi formátumban, mint ilyen. Gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy ki a kormányfő, vagy ki a kormánypárt, egészen addig, ameddig meg tudja hallgatni a problémákat, és ha nem is teljes mértékben, de legalább tud velük foglalkozni, és nyitott legalább arra, hogy ezekben az ügyekben tudjunk együttműködni. Mint ilyen, ebben mi próbálunk következetesek lenni, és egyfajta pragmatizmus kísér minket akkor, amikor ezekről a dolgokról beszélünk, hiszen bármi is történjen, a lényegében nekünk ugyanazok a problémáik mandátumról mandátumra, és bármilyen kormánypárt is van, bármilyen miniszterelnök van, ugyanazokat a dolgokat következetesen kérjük, követeljük, vagy ugyanazokért a dolgokért dolgozunk. A lényeg az szerintem így összefoglalva, hogy soha egyetlen román párt sem fogja a magyarokat képviselni, úgy, ahogy az RMDS, bárhol. Hát az biztos, hogy ezeket az értékeket nem vállalja fel egyetlen egy román párt sem. Végül Csongornak mi az üzenete a máramarosi fiatalsághoz és a máramarosi magyarokhoz? Így végszóként. Nekem igazából az üzenetem, attól függetlenül, hogy kampányban vagyunk, vagy nem vagyunk kampányban, fiatalok fel elsősorban az, hogy legyenek bátrak. Tehát kérjenek, mondják el a kritikáikat, mondják el azt, hogy min kell változtatni szerintük, akár a megyében, akár az országban. Viszont figyeljenek oda arra, hogy ne csak kritizáljanak, hanem fogalmazzanak meg javaslatokat is, hiszen úgy gondolom ez a legfontosabb, így tudunk előre lépni. A másik pedig az, hogy én nem szeretném, és soha nem ítéltem el azokat, akik külföldön dolgoznak. Én jó magam is dolgoztam külföldön, Németország, Magyarországon, tudom azt, hogy miből áll ez a munka. Viszont én arra kérek meg mindenkit, függetlenül attól, hogy hol él, mivel foglalkozik jelenleg, de fontos-e kevésbé a szülőföldje, hiszen tudjuk, hogy fontos, mert akkor is, hogyha nem is szándékszik az jönni, vannak itthon barátai, rokonai, tegye meg és biztassa arra az itthon lévőket, beszéljen a rokonokkal, menjenek el és válaszolnak. Ő pedig, hogyha külföldön van, akkor vegyen részt a választásokon, hiszen csak így tudunk erősek lenni az Európai Unióban, hiszen bár most mondom visszatérve, kevésnek tűnik az, hogy 2-3 képviselő, összben Kárpát-medencei magyar összefogás szempontjából egy óriási súlyunk lesz, nagyobb súlyunk lesz a parlamentben, és az a munka, ami vár ránk, az úgy gondolom, hogy az elmúlt 12 év a legfontosabb munkája lesz. Örvendek Csongor, hogy megismertelek, és visszavárlak, amikor Nagybányán jársz, bármikor, magyar adásba, szeretettel fogadlak és látnak, Norbit pedig majd várom a féléves beszámolójával, ahogy szoktuk, júniusban, júliusban meglátjuk, mikor kerül rá sor. Köszönöm, hogy velem voltatok, és jó munkát kívánok nektek a továbbiakban. Köszönöm. Kedves nézőim, folytatjuk, ahogy szoktam,
a kívánságműsorral. Jó szórakozást Önöknek!